Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Kísérletbe fogott a Szekszárdi Német Színház, mikor úgy döntött, szabadtéri előadást állít színre. A Decameron modern feldolgozásával egy vásári komédiával álltak a kultúrára a koronavírus járvány megszorítása után éhes közönség elé. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Szekszárdi Német Színház új darabot próbál. A Decameron egy modern változatán dolgozott a társulat, melyet alapvetően szabadtéri bemutatásra szánt a teátrum vezetése. Ez egy időutazás, egy kicsit ez az előadás. Az elején nagyon mai, hiszen a mából a jelenből a jelenben az életének egy meghatározó pillanatában találja magát egy figura, és az ő szemén keresztül ő találkozik tulajdonképpen a saját idejével, és ez az idő ébreszti rá arra, aki egy személy, ébreszti rá arra, hogy talán itt az ideje mással foglalkozni, mint folyamatosan az íróasztal mellett a könyvszekrénynek, vagy a könyvespolcnak írni, mert a figura írományait más valószínűleg nem olvassa. Mi is részt veszünk egy rövid kis időutazáson. A próbák után sor kerülhetett a bemutatóra is, a Vármegyeház udvarán felállított színpadon. A koronavírus járvány megelőzésének szabályai értelmében a nézőket kellő védőtávolságra ültették. A kultúra iránti vágyat jelzi, hogy elővételben elfogytak a jegyek. Locz Katalin igazgató azt mondja, különleges ez a kísérlet a színház életében. Nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk végre. Itt volt az ideje? Igen. Nagyon örülünk neki. Jó ötletnek is. Egyébként a kórus is itt szokott szerepelni, a német kórus, és azért gondolom, hogy ez itt egy kitűnő alkalom arra, hogy többen nézzék meg azt, amit majd itt előadnak nekünk. Nagy kihívás. Játék stílusában is más, nagyobb gesztusokkal, másfajta beszédtechnikával kell beszélni szabadtéren, mint benne egy kőszínház intim belső terében, és technikában, tehát a hangtechnika, fénytechnika is más, meg ugye az időjárás adottságaitól is nagyon függünk. A koronavírus helyzet ezt hozta, hogy most már lehet játszani, de csak szabadtéren. Már egyébként tavaly is gondolkoztunk abban, és beszélgettünk Horváth Kálmánnal, kormány megbízott úrral arról, hogy itt a Vármegyeház udvarában lehetne színházi előadásokat tartani. Akkor ezt nagyon rövid idő alatt nem tudtuk megszervezni. Hát most meg máshogy úgy hozta az élet, hogy most meg aztán gyorsan megszerveztünk. Hogyha ebben mi jól beletanulunk, és azért szabadtéren játszani egyébként szeretünk, tehát hogy általában a színészek szeretik jóval, ahogy a csillagos ég alatt, nem tudom, a természet hullámaival egyben játszani egy történetet. Tehát elképzelhető, hogy ez egy hosszabb tradíció lesz, de hozzá kell szokni a technikai kihívásokhoz. Színész szemben is különleges ez a helyzet. Őszintén szóval még nincs nagy tapasztalatom a szabadtéri színjátszásban, ráadásul a próbaidőszak alatt is nagyon kevés alkalommal, ha jól tudom, jól emlékszem, akkor 3 alkalommal tudtunk próbálni szabadtéren, és olyan dolgok is előfordultak a szabadtéri próbák alatt, amelyek otthon a színházban nem fordulnak elő, de pont ettől izgalmas, mert olyan megoldások elé, illetve olyan feladat elé állít minket a szabadtér, ami elengedhetetlenné teszi, hogy folyamatosan a pillanatban legyünk, ami egyébként mindig cél. Tök mindegy, hogy mit csinálunk, dolgozunk, élünk, családi életet élünk, vagy épp beszélgetünk, mindig a pillanatban kell lenni, és ebben a szabadtéri színpad nagyban segítségünkre van, mert itt olyan dolgok is történhetnek, amik bent a színpadon nem. A csillagos ég alatt játszani visszaviszi a színészt lélekben azokban az időkben, amikor még ehhoz szekére járva mutatták be művészetüket a vidéken. Nem csak azért, mert egy gyönyörű helyszínen játszunk, és nagyon sok ember ül velünk szemben, majdnem mint egy amfiteátrumban, bár a tér nem teljesen ugyanolyan, de maga a darab is vásári komédia, és azért ennek nagyon-nagyon jól áll a szabadtér, úgyhogy itt most nagyon összeklappolt minden, a darab is, meg a helyszín is. Reméljük, hogy a közönség is jól veszi. Nekünk is át kell alakulnunk ahhoz, hogy amit mondunk és mutatunk, az átmenjen, elérje a nézőket, ugyanúgy a nézők is olyan reakciókat fognak hozni, amiket mi mind hallani és érezni fogunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg lesz az a kontakt köztünk, mint ami mindig is megvan, csak más formában. Locz Katalin igazgató az imént már említette, hogy technikailag sem egyszerű szabadtéri előadást létrehozni. Imre Tibor az előadás technikai vezetője arról mesél, a táj előadások rutinja átsegíti őket a megoldandó helyzeteken. Egyrészt van benne egy kis rutinunk, mert azért mi már pár helyen felléptünk,
voltak ilyen falunapok, meg ilyen mecseknádoson szinte minden évben. Hát annyiban nehezebb, hogy mindent ide kell teremtenünk. Tehát táj, fény, tájhang, a színpadot ki kell úgy alakítani, hogy úgy nézzen ki, mint egy színház. Szóval azért nehéz ügy. És hát akkor ott van még az időjárás, mint most is. És most jöjjenek, nézzünk be egy kicsit a kulisszák mögé, megmutatjuk, hogy néz ki hátulról a színpad. Ugye Decameron feldolgozást játszunk, epizódokból áll ez a darab, és minden epizód teljesen más, úgyhogy ezért nagyon sok öltözés van. Itt vannak a kosztümök, amik a darab során szerepelnek, meg az összes többi kellék is. Tehát ez itt az öltözködő tér a háttérben. Itt tényleg minden elő van már készítve, mindenki tudja, hol a helye a gyors öltözésnek. Egy gyors öltözés az van, hogy 10 másodperc, 20 másodperc, úgyhogy ezt külön gyakoroljuk. Úgy kell a ruhákat is megtervezni, a jelmezeket, hogyha gyors öltözés van kilátásban, akkor azt nagyon gyorsan le lehessen venni. Például gombok helyett tépőzár van, akkor én is van, hogy rétegesen egymásra veszik a színészek a ruhákat, ami nem látszik ki a másik alól, csak le kell jelmenni a felső réteget. Tehát több taktika, vagy több trükk van erre, hogy tudjunk 15-20 másodperc alatt átöltözni. Itt sem úgy vannak letéve a tárgyak, hogy csak úgy ide vannak, ahol mindennek megvan a fix helye. Ahol, hogyha jön a színész, tudja, hogy ott veszi föl. Tehát ez mind begyakorlott hely, ott is van két jelmez, ott is lesz a gyors öltözés, a ló, illetve szamár, nem tudom, meg a hangszerek. Tehát itt nem az van, hogy valaki jön és odébb rakja, mert éppen neki útban van, mert akkor a színész nem találja meg. Akkor már másodperceket csúszunk egy váltásban. Tehát, és akkor ott ül az ügyelőnk, aki súg is, ha kell, de nem kell. A színészek, meg mindenki, egyébként az a darab minden közreműködője, premier előtt szerencsét kíván a másiknak. És ezt a németül úgy mondjuk, hogy toj, hát ez olyasmit jelent, mint nagy kalappal. És ezt nem szabad megköszönni, ha valakiért kíván, akkor csak elfogadjuk. És megköpködjük egymás háromszor. Tehát ez egy ilyen szokás. A Decameron legyűgözte a közönséget, és élvezetet nyújtott színésznek és színházlátogatónak egyaránt. A sikeres tapasztalatok után szinte biztosra lehető, hogy nem ez volt az utolsó olyan előadás a Deutsche Bühnében, mely célzottan szabadtérre készült. 30 éve lesz, hogy megnyílt az első kiállítás a Bátai Tájházban. A folyamatosan frissülő kiállítás egy 1880 hídben épült jellegzetes parasztházban található. A falu vegyes vallási összetételét is megmutatják, és megismerhetjük szokásaik, népviseleteik különbözőségét is. 30 évvel ezelőtt nyílt meg az első kiállítás a Bátai Tájházban. A nyugdíjas klub tagjai és az iskola helytörténeti szakkörös tanulói intézték a gyűjtést, a tárgyak, ruhanemük rendbetételét és a kiállítás berendezését. Az emberek a tárlatot látva újabb és újabb holmikat adományoztak a kiállítótérbe, ezzel hozzájárulva a gyűjtemény gyarapodásához és a kiállítás gazdagodásához. Ez odáig fajult, hogy a 2000-es évek elejére már kezdte kinőni az Óvoda utcai épületet a tájház. Ekkor döntött úgy az önkormányzat, hogy egy nagyobb házat vásárol. Ez viszont lehetővé tette azt is, hogy a tárgyi anyagot szétválasszák. A halászati eszközök maradtak a Óvoda utcai épületben, és itt a főutca 86 számú épületben pedig pályázati támogatások segítségével önkormányzati saját erőből sikerült az épületet eredeti állapotába helyreállítani, és itt bemutatni a paraszti munkaeszközöket. Sikeres helyreállításnak köszönhetően 2011-ben műemléki védelmet kapott a épület, a lakóépület és a hozzátartozó gazdasági épületek, Pajtai stálló, présház, kocsiszín, góri épületek, illetve az épületben kiállított eredeti tárgyak védettségét célozta meg ez a műemléki védelem aláhelyezés. Itt a falunak a fölszögi részén, a 19. század második felében a visszavágást követően viszonylag jómódúvá vált gazdák építettek házakat. Ez az épület is a településre jellemző építészeti értékeket őriz. Utcára merőleges gerincű nyeregtetős épület, egy hosszú ház. Ebből következően
már több helyiségből áll, mint a egyszerű kis parasztházak. Az utcai helyisége tiszta szoba, azt követi egy folytott konyha, lakószoba, egy konyha, amit télen használtak, valamint a konyhát követően a tornászai folyosó végén pedig egy nyitott kéményes, szabad kéményes konyha is található, ezt pedig nyáron használta inkább a asszonynép. A tájház önkormányzati fenntartású. A falu vezetése nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását, ezért a műemlékvédelemmel ellátott intézményt is folyamatosan rendben tartja. Múlt évben fejeződött be a tetőszerkezet felújítása, folyamatban van a gazdasági épületek renoválása, és az udvar újratéglázása is régóta terpen van. Remélik, hamarosan arra is sor kerül, hogy eredeti állapotában, teljes szépségében lehessen látni az 1887-ben készült épületet. Épület berendezéséhez a tárgyakat, mint már az elején is említettem, falu lakossága adta össze. 180-200-ra tehető azoknak a családoknak a száma, akik hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez. Mivel a tájházak közérdekű múzeális kiállító helyek, ezért gyűjtésre nem jogosultak, tehát nem egy előzetesen kialakított kiállítási terv szerint folytatódott az épület berendezése, hanem az ajándékként kapott tárgyakból épült föl, építkezett. Ezért azokat a tárgyakat láthatjuk itt, amit az emberek megőrzésre méltónak ítéltek, és nem csak egy gazdag paraszti réteget mutatnak be, hanem a mindennapi életet, a falu közösség teljes társadalmát nyomon követhetjük tulajdonképpen társadalmi rétegződést a tárgyakon keresztül, hiszen a teknővályoknak, a kosárfonóknak az eszközei, a szekkovácsoknak az alkotásai mind-mind megtalálhatók itt, és Báta helyzetéből adódóan itt nem törekedtünk a kiállítás létrehozásakor arra, hogy egy újabb sárközi tájházat alakítson ki, annak a berendezését próbáljuk rekonstruálni. Inkább a mindennapi élet bemutatására törekedtünk. Báta sajátos helyzete, hogy a lakosság vallási hovatartozása vegyes. Református és katolikus felekezetekhez tartozók is élnek a faluban. Az 1700-as években ki akarták telepíteni a reformátusokat, hogy szintiszta katolikusok maradjanak itt, ám a falu lakói ezt nem hagyták. A 18. században, amikor a környező településekre idegen nemzetiségűek érkeztek a betelepítés során, Bátán ez nem ment végbe. Közösen fogalmaztak meg egy levelet a földesúrnak, hogy a katolikus és a református lakosság maradhasson meg egymás mellett, mert a terv az volt, hogy az itt élő reformátusok helyére katolikus németeket szeretne telepíteni a földesúr, hogy azonos vallású legyen a település. De inkább beleegyezett a két vallásfelekezet, hogy a település részek között, az alszök között, ahol a reformátusok házai vannak, reformátusok élnek, és a fölszök között, ahol a katolikusok telepedtek meg, egy-egy házat lebontottak, és ott egy ilyen mesterséges választó vonal mesdje épült ki. A 18. század elején a hadjárások következtében bizony a falu lakosságából csak kevesen maradtak, meg 6 család maradt, és később a környező baranyai falvakból, a Duna mellékéről érkeztek ide magyar katolikusok, illetve hát reformátusok is. A tájházban láthatjuk mind a két
vallásfelekezethez tartozó lakosságnak a viseletét, a tárgyait. Viszont maga az épület és az épület berendezése, mivel a Fölszögön van, és a katolikus település részen ezért úgy van berendezve, ahogyan egy katolikus lakóház volt annak idején. A tájház az 1880-as évektől az 1950-es évekig mutatja be azt a változást, ami a lakáskultúrában és a gazdasági eszközök fejlődésében végbe ment. A viseleteken végigkövethetjük a hétköznapi, illetve az ünnepi viseletben pedig a különböző stílusváltozásokat, tehát az 19. század végi 1880-as években hordott viseletet követi egy átalakulás a második, az első világháborúig, egy pompás népviselet kialakulása, ugyanúgy, ahogy a sárközi településeken is a visszabályozást követően szántóföldi művelés, istálozó állattartás, egy vagyongyarapodást eredményezett, és hát ez a viseletbe, a viselet kialakulásába is egy jelentős változást hozott, pompás, díszes lett. A első világháborút követően szintén van egy újabb változási hullám, kezd világosabbá válni a viselet, és a 40-es évek végéig még hordják is. Az 50-es évektől viszont már a köznapi használatból, illetve a köznapi használatból egyre inkább kezd a viselet eltűnni. Nagy ünnepeken még magára veszi a fiatalság, és később már csak a tánccsoportokon láthatjuk táncos viseletként, és megváltozva, mert akkorra már elveszíti azt a jelentését, amit korábban népviseletként közölt az emberekkel, az életkort, a családi állapotot, a gyászt jelölő viseleti darabok már a tánccsoportokon nem igazán jelennek meg. Az ünnepi viselet felső szoknyái selyem vagy bársonyanyagokból, az alsó szoknyák, vagyis a pöndők, helyben szőtt vászonanyagból készültek, és az aljára 10-12 cm-es varrott csipkét tettek. Az első világháború után a sifon anyagok jöttek divatba, melynek szélére slingel csipkét vartak. A vászon ruha anyagokból kevesebb alsó szoknyát készítettek, kevesebbet hordtak, 2-3-at. A slingelt csipkével díszített sifon alsó szoknyákból 4-5-öt is magukra vettek, sokkal bővebb ráncolással készültek ezek az anyagok, ezzel is mutatva a jómódúságot, tehát minél több alsó szoknya volt, minél bővebb, annál inkább látszott a családnak a tehetősége, hiszen egy-egy lány öltözetére akár egy szarvasmarha árát is ráköltötte az, aki ezt megengedhette magának. Természetesen, aki nem engedhette meg, az is igyekezett lépést tartani. A lányok számára a Szent Mihály napi búcsúra azért igyekeztek szép ruhát vásárolni. A lányok is tettek ezért, eljártak részes aratni, hogy egy-egy ruhadarabot meg tudjanak vásárolni, egy nyakra való kendőt, vagy egy szoknyaanyagot. A kiállítás a mai napig folyamatosan frissül, hiszen az emberek azt szeretnék, ha méltóképpen őriznék meg nagyszüleik, dédszüleik örökségét. Helyet kapott még egy állandó kiállítás a tájház épületén belül, a bátai hímes tojásoknak. Vörös Mihályné Ivánka Teréz emléknapjára készült el a kiállítótér. Az emléknap azóta fesztivállá nőtte ki magát, és országszerte hírét vitte a Kistolna megyei falunak. A koronavírus járvány visszaszorulása magával hozta a kulturális intézmények, így a könyvtárak újranyitásának lehetőségét is. Körképünkben arra voltunk kíváncsiak, a szakma hogyan élte meg az elmúlt hónapokat, és hogyan működteti ma könyvtárát. Pakson Apákolic Istvánvárosi könyvtárban már minden szolgáltatás igénybe vehető a másfél méter védőtávolság betartása és a maszkviselése mellett.
A visszavett könyvekre 3 nap karantén vár, ezután kerülnek csak vissza a forgalomba. Az otthonról végzett munka alatt nem szenvedett csorbát a tevékenység, a háttérmunka folyamatosan zajlott, mondta Takács Gyula. A kollégák különféle területen folyamatosan dolgoztak, akár a bibliográfiai rekordok javítását tekintjük, akár a különböző statisztikai adatoknak az összesítése, akár a pályázatírással kapcsolatban mindig volt annyi feladat, hogy mire most kinyitunk, az olvasók számára nyilvános szolgáltatások mellett ugyanúgy tudjuk folytatni tevékenységünket, mint előtte. Ilyen szempontból szerencsések voltunk, és azt is mondhatom, hogy a magyar könyvtári szakma is úgy tűnik, hogy a kezdeti nehézségek ellenére nagyon jól meg tudta találni azokat a pontokat, meg a lehetőségeket, amivel ebben a megváltozott helyzetben meg tudja egy kicsit mutatni magát, és tudta az olvasókat szolgálni. Úgyhogy tulajdonképpen a legfontosabb tevékenységünk otthon is az volt, hogy egy kaput tudjunk nyitni a világra, és részben, kisebb részben saját kezdeményezésekkel, nagyobb részben pedig azoknak a könyvtári, kulturális, közművelődési intézményeknek a kezdeményezéseivel, programjaival, amivel készültek, ezeket szerettük volna átcsatornázni az olvasóknak, meg az érdeklődőknek, és ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni, mert azt reméljük, és részben azt is tapasztaljuk, hogy az intézmények a továbbiakban is igyekeznek egyre jobban élni az online tér adta lehetőségekkel. A nyár az uborka szezon általában a könyvtár életében, ilyenkor már megszokott programjai közül a strandkönyvtár és az olvasóterasz elmarad az idei nyáron. Jelen helyzetben kicsit visszafogottabbak lesznek a következő hónapokban, de augusztustól 3 programmal is készülnek, melyel szeretnék becsalogatni az embereket a könyvtárba Pakson. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozatra szeretnénk készülni egy kicsit nagyobb dobással, egy kicsit érdekesebb rendezvénnyel, azt követően pedig a városnapján szeretnénk igazán megmutatni azt az újítást, amin elég sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, és lesz még egy nyári szokásos családi napunk is, amelyet szeptemberben szeretnénk megtartani, és ez a 3 program lenne a közeljövőben az, amivel szeretnénk visszacsalogatni és újra becsalogatni a könyvtári térbe az olvasókat, de sajnos megállapítható, hogy nem leszünk a nyári hónapokban annyira aktívak, mint ahogy ez korábban akár tapasztalható volt. Részben azért, mert például nyitvatartás mellett a leltározási munkákat szeretnénk elvégezni, illetve tekintettel arra, hogy 10 hétig zárva volt a könyvtár, így nem tervezünk hosszabb zárvatartást a nyári időszakban, csak annyit, amennyit a felújítási munkálatok feltétlenül indokolnak, és emiatt az olvasóink folyamatosan betérhetnek hozzánk. A dombóvári Földi István könyvtár és helytörténeti gyűjtemény a kormányrendelete alapján a minisztériumi ajánlásokat és a nemzetközi példákat figyelembe véve alakította ki az újranyitás feltételeit. Ez a szabályozás vonatkozik minden könyvtár használóra. A kölcsönzés, dokumentumok kölcsönzése és visszavétele az érvényben van. Helyben használatra, olvasásra, folyiratkölcsönzésre jelenleg még nincs lehetőség. Hát a fertőtlenítő és a maszk használata pedig kötelező. A visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyezzük, ezután válik az olvasóknak újból kölcsönözhetővé. A késedelmi díjakat július 31-éig elengedjük. Lehet olvasójegyet hosszabbítani, tehát új beiratkozókat is várunk, de ezeknek az anyagi vonzatát majd későbbiekben intézzük. Olyan is van, aki csak visszahozná a nála lévő könyveket, az megteheti, hogy csak a portán adja le, tehát nem is kell bejönni a kölcsönzőbe. Szekszárdon az I. és Gyula megyei könyvtárban a megnyitás óta megnőtt a forgalom, folyamatosan érkeznek a látogatók és cserélik a könyveket. A szabályok értelmében ma még nem lehet helyben olvasni, viszont nagyon sokan vágytak már arra, hogy hazavihessék kedvenc kiadványukat.
sorszámot osztogatunk a bejáratnál, úgyhogy az a fajta dömping, hogy egyszerre beözöllik sok ember a könyvtárban, nincsen, mert nem engedjük be őket. Lenne rá igény, azt én látjuk, de reméljük, hogy megérti mindenki, hogy azért vigyázzunk. Azt tudjuk, hogy a papíron megmaradt legalább 2-3 napig a vírusfertőzés, bármikor, bárkivel történhet ilyen, ezért szétválasztjuk a könyvek visszahozatalát a kölcsönzéstől, külön az udvarban egy raktárban kialakított karanténban tárjuk a könyveket egy hétig, biztonságosan, és csak utána hozzuk vissza a kölcsön összetővételébe újra őket. És innét csak azokat a könyveket engedjük ki, amik már biztosan tudjuk, hogy nálunk voltak, fertőtlenítettek, biztonságosak. Mindig a tegnapi újság a legfelöslegesebb dolog, ezt szokták mondani. Most már 3 hónapja nem láttak emberek heti lapokat, magazinokat, képeslapokat. Ezeknek a kölcsönzését próbáljuk megteremteni, hogy addig, amíg nem tudjuk a második fázisban az olvasóteret is kinyitni az olvasók számára, addig legalább kölcsönözhessék, legalább így hasznosuljon az újság. De ezt a fajta gyakorlatot, amit mi magunknak kialakítottuk, ezt ajánljuk, ezt tanácsoljuk az általunk kezelt 97 kistelepülési könyvtárnak a megyében, tehát, hogy óvatosan nyissanak, nem lehet mindent csinálni még, próbálják még karanténba tartani a könyveket, és minden egészségügyi korlátozás az még életben van, tehát a 1,5 méter távolság, maszk használata, tehát ezek a körülmények azok még életben vannak, tehát ennek figyelembevételével szabad csak elindítani a könyvtárnyitását. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!